Well, that's really a hard game. I think we did really a lot of mistakes. About I don't know, we foul a lot. That too many free throws we give to them. We need to be more focused on that. But we are happy we won the game, and that is really important. So nagyon kemény mérkőzést játszottunk, sok hibát követtünk el, és nagyon sok büntetőt hagytunk a Pelcnak. De most nagyon boldogok vagyunk, hogy megnyertük a párharc első összecsapását. First of all, I want to congratulate you for the game, but today was a very tough game. I think that we have pretty good chances to win this game, because this was our court. But despite of that, it was some troubles in the offense and bad reactions. There's one. And I think we missed a lot of shots. But anyway, we played our defense, and I really believe in our team, and we will go to win next game. A mai napon meg volt az esélyünk arra, hogy győzzünk, de támadásban elkövettünk hibákat és a zóna ellen, és zicsereket hagytunk ki. Emellett hiszek abban, hogy Törökországban nyerhetünk. For the come here, we know that Pats play very good basketball, and we know their regular season games, and they play very good basketball, especially in the offense. They made a very good organization. That's why we know that it will be a very hard game, and it's too much close game. And just at last period, we made a good job, I think. So we made some easy mistakes. We made 17 turnovers. That's too much for us. But we are happy to win this game, but just at the first game, you know, we have another four quarter in Istanbul, and just we lead the game, so we just knew with 7 points, and that's all, just 7 points. And we will say, I want to congratulate the coach and also the PERC, and also that's a very amazing fans. Okay, it's a good job, they made a good work. Tudtuk, hogy a Pelc nagyon jó csapat, és nagyon jól szervezett támadást játszanak. Sok hibát követtünk el, sok eladott labdánk volt. Szeretnék gratulálni a Pelcnak a játékáért és a nagyszerű szurkolókért. Tudjuk, hogy még előttünk áll egy mérkőzés, és csak 7 ponttal vezetünk. Annyi sok problémával küzdöttünk, hogy két utolsó pár nap alatt, hogy egyszerűen ez a probléma kell ennére, hogy mondtam. Büszke kell lennem, hogy karcoltunk, hogy szembeálltunk, hogy játszottunk. Különleges védekezésben. Sajnos biztos ez lehet érezni, hogy kivékkor nincsenek játékos edzésben, és ez talán legjobb volt érezhető dobóformában. Nagyon gyengé dobtunk kintről, hogy rossz százalékban, és szerintem ez volt kulcs, hogy kivek. Ez hiányzott ma, hogy tudunk itt nyerni meccs, mert nem tudok mondani, hogy nem voltak nyitva helyzet, open situations, nevene Jóhanna és a Krisztának. Szerintem, nem tudom, tudod, mikor játékosok dobnak, dobó játékosok, mikor dobnak 10 százalék, vagy 20 százalék alatt, ez nagyon kevés, és azért különleges büszke voltam, meccs alatt is úgy éreztem, mert voltunk meccsben. Mert ez ritkán lehet olyan erős ellenfele ellen lenni meccsben, hogy olyan rossz százalékban játszanak játékosok, akik nagyon fontosak. És persze ott, mikor Besiktas áll a zónában, első irányító nélkül, aki ezt kell legjobban szervezni, olvasni, nagyon nehéz játszani. És hogy kivek ott szerintem ott volt probléma támadások, de mondom, hogy bedobtunk pár nyitva dolgást, talán ez a mai meccs volt nyerhető. Nem kell feladni, utazunk oda, Besiktasban remélem, hogy fogunk kicsit felépülni, játékosok, lesz még egy meccs Miskolc ellen, megyünk előre, és szerintem ez a nagy különbség, és biztos fogunk menni ott is próbálni legjobban.